Talán nincs közöttünk olyan, akinek valamilyen családtagja egykoron ne járt volna ezen az úton. A most felújított Bakony-Csernyéről Kisgyomba vezető utat a 60-as években aszfaltozták le. A bánya bezárását követően azonban leginkább turisztikai célokat szolgált, miután ezen keresztül lehet csatlakozni a Kék Túra útvonalához. Nincs olyan család Bakony-Csernyén, akinek a családtagja egykori rokonsága ne járt volna ezen, akár még gyalog is. Most jelen pillanatban egyébként turisztikai jelentőség van legfőképpen ennek az útnak, a Kék Túra útvonalra itt lehet nálunk felcsatlakozni, és ezt nagyon sokan használják. Kis települések számára rendkívül fontosak ezek az utak. A közel 2,5 kilométer hosszú, 4 méter széles út felújítását augusztusban kezdte el a kivitelező. Több mint 200 millió forintos EU-s támogatásnak és a hozzá kapcsolódó önerőnek köszönhetően újulhatott meg az aszfaltréteg. Ahogy az út átadóján az agrárminiszter fogalmazott, a vidéki életminőség fejlesztését szolgálják a Kisgyonhoz hasonló útépítések. Azért kellenek ezek az utak, hiszen az, hogy a vidéki megmaradást, a gazdaság erősödését tudjuk támogatni, ahhoz ezek az infrastruktúrális fejlesztések is hozzátartoznak. Ráadásul magas intenzitással írjuk ki, tehát 95%-os támogatások vannak, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat a fennmaradó 5%-ot könnyen össze tudja gyűjteni. A felújítási költség önerejének felét a Vadex ZRT vállalta magára, hiszen az erdőgazdálkodás és fakitermelés kapcsán egy kulcsfontosságú útvonalról van szó. Ugyanakkor turisztikai célokat is szolgál a mostani felújítás. Sok szempontból nagyon fontos ennek az útnak a léte és a felújítása a számunkra. Egyrészt a környezetben levő erdők a mi vagyonkezelésünkben van, és annak a megközelítése, az itt kitermelt fának a kiközelítése szempontjából is nagyon fontos, hogy ez az út megújulhatott. Illetve a másik szempont pedig az, hogy itt a természetbarát központban, ahol vagyunk Kisgyomban, komoly turisztikai fejlesztési elképzeléseink vannak a jövőt illetően, és emiatt szintén az egyik legfontosabb, hogy ennek a megközelíthetősége szintén megoldódjon. Majoros Gábor hozzátette, szeretnék turisztikai központtá fejleszteni a területet, hogy visszakapja Kisgyón a néhány évtizeddel ezelőtti rangját. A Vadex tulajdonába került erdő mellett található korábbi bányászházakat ugyanis szeretnék ismét turisztikai céllal hasznosítani, és azokban, csak úgy, mint korábban, szálláshelyeket kialakítani.